Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Sokan online vannak, sokan, amilyen sokan fizikailag is jelen vagyunk, úgyhogy azt mondja, hogy nagyon érdekes témát hoztunk már ide nektek. Mielőtt elkezdeni, megköszönöm szokásszerűen a KPMG marketing csapatának és az UpScale Tech Community csapatának, ezt lehetővé tették, és így itt vagyunk így együtt. Illetve az előadóknak, Gyongyinek, illetve majd a paneltalokat bemutatom, hogyha egyetértetek, amikor oda kerülünk. Köszönöm, hogy eljöttetek és megosztjátok majd a tapasztalatokat. Ha valaki nem ismeri az UpScale-t, mi szoktunk egy ilyen 4 perces videóba bemutatkozni, hogyha nem menjetek, akkor ezt ma megtennénk online is, meg élőben is, akkor nagyjából lesz egy képetek, hogy kik vagyunk. Tartsunk az előadását. Ő maga is egyébként egy felkonferenciéként egy fejlesztőből avanzsált business analyst, és egy kicsit a személyes sztoriát is osztja meg, hogy miért is történt ez, és hogy milyen előnyöket élvez az, hogy ennek ki van ilyen technikai háttere. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a felkonferenciát, és szeretettel köszöntök benneteket itt az IT Business Analyst Meetup-on. De rögtön egy kis visszatekintés. Egy évvel ezelőtt volt egy másik meetup is, a Data Management meetupunk, ezt szeretnék egy picit visszautalni. És a panel beszélgetésben az egyik meghívott vendég említette, hogy vannak a piros emberek, akik az üzleti emberek, és a technikai emberek, őket kéknek színezte be. Ők ugye nem mindig értenek túl jól, nem igazán értik meg egymást, és ezért kellenek mindenek hívva emberek, ők tulajdonképpen, aki ért az üzleti részhez, és ért a technikai oldalhoz is. Leginkább tudunk fog szólni ez a mai előadás. Az utánam szóló részletesen fog beszélni az ő munkájukról, én egy picit őt vezetném most föl. Maga ezek a lila emberek igazából IT Business Analyst, Architect, Product Owner, ez változ a projekt méretétől. Én magam jelen pillanatban IT Business Analystként most azt csinálom, mint korábban Product Ownerként és Architectként, a kettőnek való az egyvelegét. Mindjárt is látni is mondjuk, hogy miért. Nézzük meg, hogyan lesz valakiből IT Business Analyst, Product Owner. Hát például, hogyha kék ember volt, és sokat kódolt egész nap, rengeteg új technológiával ismerkedett meg, akár évente talán 16 újjal is, akkor felül a kérdés, hogy miért ne tanulhatna valami teljesen mást egy nyelvvel, és van egy lehetőség, hogy új kihívások, valami mást is csináljon, akkor ez egy jó lehetőség arra, hogy valakiből egy olyan legyen, aki az üzlethez is ért, és a technikai oldalhoz is, tehát ez az ITBA, Product Owner, Architect. A másik irány is létezik, körülbelül van ilyen kolléga is, ez is egy létező verzió. Na de nézzük, hogyan is telnek a mindennapjaink, mi is a teendőink. Ugye itt főként modernizációról fogunk beszélni, újjáépítünk rendszereket. Hát először is ugye a feladatunk nagy része, hogy összegyűjtsük az üzleti információkat, és azt lefordítsuk a fejlesztőknek. Feladatokra bontsunk, sőt, sok üzleti információt, sok fejlesztő számára. Valahol egy ilyen úgy tűnik, néha én magam is ugyanúgy ilyen szűk keresztmetszet lennénk időnként, de azért lehet ezt kezelni. Ugye a modernizáció egyik fontos szerepe, amikor a monolit applikációt kisebb részekre bontjuk, külön-külön kisebb egységekben, skálázható, könnyebben karbantható. Ugye ezen az ábrán a különböző figurák jelzik azt, hogy ezek más-más funkcionalitással bírnak. Ugyanakkor ez még itt mind egyben van, egy applikációt egyben kell telepíteni, egy adatbázist használ. Hogyha ezeket valahogy valamilyen doménekre tudjuk bontani, valamilyen témakör szerint, akkor sokat tudunk segíteni, amit nem említettem, skálázhatóság, karbantartatóság, mindegyiknek külön adatbázisuk van. És ezek igazából csak úgy egymáséban nem is szólhatnak bele. Tehát például ez a szörvíz nem olvashat ki egy másik szörvíznek az adatbázisából, csak úgy, hogyha vagy megszólítja REST API hívással, ugye ezt hívjuk Representation of State Transfernek,
resource-okról, objektumokról, entitásokról beszélünk, vagy annak egy aszinkron megfelelője az innen kerül state transfer. Ezek a szervizek egy-egy témakörökért felelnek, például customer service, user service, vagy például egy banki projekten vannak account service. Tehát jól körülhatárolt doménekkel beszélünk. Magáról ez az event driven architecture-ről, én azt gondolom, hogy erről majd külön lesz egy külön meetup-ú, mert ez önmagában egy nagyon érdekes téma, és nagyon sok technikai kollégát látok itt, szerintem ők is ebben nagyon jók lehetnek. Nézzük is, hogy hogyan történik a modern applikáció részletek bontása. Ennek két fő fajtája terjedt el, amikor ugye van a frontend, meg van a backend, és ezek valóban úgy vannak leosztva, hogy minden backend szerviznek van egy webes UI felülete, egy frontendje, és ők valahogy tulajdonképpen ilyen függőlegesen lehet őket, vertikálisan lehet őket talán jellemezni. És van a másik, ami aztán teljesen sok szerviz, minden mindennel kommunikál. Igazából ez még sokkal izgalmasabb ez a rész, mi elsősorban erre fókuszálunk a mi hétköznapi életünkben. Sőt, tovább mennék, ugye amikor részekre bontjuk a service-t, akkor a mondott applikációkat felbontjuk kisebb részekre, akkor ezek a service-ek általában csapatokhoz kerülnek, egy-egy service egy csapathoz, vagy néhány úgy vannak felosztva, hogy egy squad, egy csapat csak néhány service-vel foglalkozzon. Még tovább megyek, itt tulajdonképpen az egyik service, az egy kliens tulajdonképpen a másiknak. Tehát amikor ugye áthívunk REST-API vagy REST-API hívással, akkor ez ugyanolyan igazából, mint hogyha kívülről egy bármilyen másik client hívná, akár a frontend. Nincs lényeges különbség, ugyanazt az entitást, ugyanazt az objektumot, ugyanaz a resource-t dolgozik. Security beállításban lehet esetleg különbség, de a lényegében nem. És ugye itt merül föl már az is, hogy azt látjuk, hogy itt tulajdonképpen ők belső ügyfeleink nekünk igazából, tehát vannak a külső ügyfelek, és vannak a belső ügyfelek. A munkánk során nagyon sokat tartjuk a kapcsolatot más csapatokkal, más csapatokkal, az ő product ownerükkel, ITBA-jukkal, munkánk egy része a velük való kapcsolattartás, és külső ügyfelekkel is otthon gyakorolni. Alapvetően, amikor modernizálunk, akkor ugye az előbb említettem, hogy entitásokat, objektumokat használunk, és ugye vannak a metódusok, procedúrák, még minden programnyelvben. Ezeket igazából a mikroszervizes architektúrában nem szabad így használni, ezt a modularizációban megengedett, ott megengedett az, hogy metódusok is legyenek, tehát olyanok, hogy do something, például drive, play, slow down, ilyeneket. Itt ugye nem derül ki igazából, hogy milyen entitásokkal dolgozunk a háttérben. Míg a REST-API esetében ezek kifejezetten resource-okat, entitásokat jelenthetnek csak, és kizárólag egy végpont kizárólag azért felel, és semmi másért, és őket ugye lehet létrehozni, update-elni, törölni, és nagyjából igazából ezeket. Más entitáshoz igazából nem felel, nem is férhet hozzá. Na, de hogyan is álljunk egy monolit applikáció darabolásához? Mi legyen a stratégia, hol legyen szétvágva? Egy barátom mesélte erről, hogy ő részt vett egy modernizációs fejlesztésben, ketten a barátjukkal, ketten a kollégájával, és ők például szonártyúgot használtak, ami segített abban, hogy meghatározza, hogy a kódot hol lehet jól szétvágni. Ők 16 részre bontották az alkalmazást, és mindegyiknek megvolt a saját frontendje. Tehát ez igazából az inkább a modularizációs modell volt, amit az előbb láttunk. Ő nagyon izgalmasan beszélt erről a feladatról, és ezt el is mesélte egy utazás alkalmával. Ugye beszéltünk a kék emberekről, belőlük lesznek a lila emberek. Hát itt ugye a reverse engineering az egyik fő feladat, vagy az egyik feladat is lehet.
Nézzük meg, hogyan működik az applikáció. Szedjük szét, szedjük darabokra, programkódot. Igazából az a reverse engineering már kiskorú óta bennünk, amit emlékeztük, amikor kaptunk egy kis autót, gyerekkorotokban szedjük szét, hogy működik, mi forgatja a kereket. Hát igazából ez is ilyen, tehát tulajdonképpen egy kisgyerek szeretné megérteni, hogyan működik a kis autó, amit kapott, a távirányítós autó. Ez nagyjából nagyon hasonlóan működik. Tehát ez egy izgalmas része a feladatunknak. Az előbb ugye mutattam, hogy dokumentációt készítünk belőle. Hát szerencsére manapság azért már milyen több száz oldalas dokumentációknak kell gondolkodni. UML diagramokat használunk, Confluence oldalt. Ugye az UML diagramokból a leggyakoribb a szekvencia diagram, folyamatábra, de természetesen más elemeket is fel lehet ebből használni. Amikor megértjük, hogy hogyan működik valami, és ugye dokumentációt készítünk, akkor alapvetően ugye témákra, epikekre, user-szintre, taskokra bontjuk a feladatot. Egy epiknek mondjuk a leggyakoribb formája, amikor ugye ez egy nagyon koromű dolog, ez az első része, hogy hogyan tudnánk megvalósítani a megoldást. Az nagyon fontos, hogy értsük, hogy miről beszélünk, és megmagyarázzuk azt, hogy mi a feladatunk. A user story-nél egy kisebb rész, ennek is nagyon sokféleképpen meg lehet írni, ez a leggyakoribb része terjedt el. Ugye itt is fontos, hogy lássuk, hogy mi a célja, ki az a user, akinek a számára készül ez a user story, és mi az, amit megvalósítunk, és ezt hogyan tudjuk elérni. Az acceptance kritériában, ez is szintén ez a görkines verzió, talán a legelterjedtebb. Ennek az érdekesség ugye, hogy az elején megadjuk, hogy mi az, ami adott, honnan indul ki ez a feladat. Ez kizárólag erre a feladatra vonatkozik, mi fog történni, és akkor minek kell a végén teljesülnie. Ezt ugye programozási módszertanból úgy tanultam, hogy előfeltétel, utófeltétel, és a kettő között pedig valami nem történnie kell. Ez azért is jó, mert ha megadjuk pontosan az elejét, hogy honnan indulunk ki, akkor ugye könnyebb párhuzamosítani is, hiszen itt megadhatjuk azt is, hogy az adatbázisban benne kell lenni ezeknek az adatoknak. Azt, hogy ez hogyan került oda, az ennél a feladatnál nem lényeges, akár kézzel is oda rakhatjuk, tehát itt ez tulajdonképpen egy keretet ad ennek a feladatnak. És ezek egyben tesztesek is egyben, és ebből többet is meg lehet adni. Ugye a backlogunk az általában ez hasonló, hogy itt vannak az epiket felsorolva, és ugye sprintekre bontva a megoldandó feladatok. Hát bizony egy backlogban mindig több feladat van, mint amennyit el tudunk végezni, de ugyanis tudunk haladni. Hát tovább a Franklin Covey tréningje megtanultuk a time management matrixot. Ugye vannak fontos és sürgős feladataink is. Ugye ebből is látszik, hogy a megfelelő négyzetbe teszünk, a matrix megfelelő négyzetébe osztjuk szét a feladatainkat. Én arra vagyok kíváncsi, honnan tudjuk, hogy mi az, ami fontos. Ugye amikor gyerekek voltunk, akkor nagyon egyszerű volt, tanulás minden fontosabb, akkor lehetett játszani menni, amikor a tanulás meg volt. Hát a mai élet az már kicsit bonyolultabb ennél. Szerintem az, hogy mi a fontos, talán nem is lehet ezt így kijelenteni. Talán én azt gondolom, hogy csak bizonyos szemszögből vannak fontos dolgok, bizonyos aspektusból megvizsgáljuk, az egyik aspektusból ez a fontos, a másikból pedig az. Ugye, hogyha agilis fejlesztést nézünk, akkor találkozhatunk, vagy már sokszor szóba került ugye a waterfall design, ez a régi modi. Most ugye agilis helyzetben nézünk. Az biztos, hogy amit itt föl van sorolva, ugye ez a négy elem, ebből mind a négyet nem tudjuk megvalósítani. Hát vagy kettőt, vagy hármat tudunk ebből megvalósítani. Ugye a scope, amik a feature-ök, amiket mi bele szeretnénk tenni az applikációban, a így már modernizált verzióban. Ezek a feature-ök nem feltétlenül kell, hogy egy-egyben ugyanazok legyenek, mint az, amit modernizálni szeretnénk. Hiszen az idő elmúlt, vannak olyan feature-ök, mert elmúlt-e válnak, azokat akár ki is lehet venni majd.
Tehát itt azok a feature-ok vannak, amiket meghatározunk. Van egy fix fáj, mikor oda kell szállítanunk. Nem mindegy, hogy ki, kinek szállítunk. Hogyha például egy olyan ügyfélnek szállítunk, akinek megrendeléssel szállítunk egy másik cégnek, akkor az egy másik szituáció, mint az, amikor a saját ügyfeleknek, például akár egy banki alkalmazás, egy telekomalkalmazás, a saját rendszerünket építjük, és mi dönthetjük igazából, hogy melyik feature-t mikor tudjuk kiadni. Tehát a fix time az agilisben igazából úgy fix, hogy kb. 2 hetente van release, és igazából sorra mennek benne a feature-ok, tehát ezt szoktuk általában elhagyni. A quality az ugye tesztlefedettség, hát ez is egy olyan dolog, hogy ugye 80%-os tesztlefedettség és mindenféle, mi múltkor néztük a tesztpiramist az egyik meetupon, ezek mind nagyon fontosak, tehát ez gyakorlatilag ezt nem nagyon szoktuk elhagyni. És hát ugye nem mindegy, hogy mennyi a cost, tehát hogyha fix árral kell dolgozni, akkor az is meghatározó, hogy mennyi feature-t tudunk beletenni. Tehát ez a négy közül biztos, hogy nem tud minden így megvalósulni, attól, hogy melyik aspektusban vagyunk, hová készülünk. Ha például egy expóra, egy bemutatóra készülünk, ott az a lényeg, hogy minden több feature-t megmutassunk, és senki nem fogja megkérdezni, hogy na, mennyi a tesztlefedettségetek, míg hogyha már kirilézelünk valamit élesbe, ott viszont az nagyon fontos, hogy ami kimegy, az megfelelően és magas színvonalon működjön. Tehát ez is egy két külön szituáció, amit meg tudunk határozni, és amik meghatározzák a fejlesztésünket. És tovább mennék, ugye hogyan tudunk még jobban prioritizálni. Az egyik talán leggyakrabban használt az Impact Effort Matrix. Ugye felmérjük, ehhez is tulajdonképpen egy ITBA tudja felmérni, hogy mekkora feladat az, amit el kell végezni, mennyi rendszerhez kell hozzányúlni, akár adatbázist kell építeni mögötte, akár infrastruktúrát, vagy egyszerűen csak egy meglépő valamit, hogy be kell építeni valamit. Ugye vannak a quick win, vagy low hanging fruit, ugye így is hívjuk, kicsit kertészeti példával élve, és vannak azok az elemek, amik nagyon nagy energiával érhetők csak el. Ezeket figyelembe vesszük. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgáljuk, hogy ez mennyi ügyfelet érint, mennyi befolyásolja, mi az, amit le tudunk fedni vele. Minél több ügyfél számára tudunk egy magasabb színvonalat nyújtani, akkor azok azt veszük előre. Ugye a legjobb az, amikor kevésebb volt és nagy impaktja van. Értelemszerűen ez a quick win. De ismerős talán ez a 80-20 szabály, ezt közgazdaságtanban is ismerjük ezt, de itt az informatikában is használjuk. Ugye ez azt mondja ki, hogy a világban, általánosságban véve megfigyelhető, hogy a 20%-nyi munkával állítunk elő tulajdonképpen a hasznok, a jövedelmek, az értékek 80%-át, és a 80% munkával pedig csak ilyen apró cseplő dolgokat csinálunk, kevésbé értékesek. Ezt egyébként nehéz elhinni, de én arra gondolok, hogy például az előbb a kertészeti példával élve van egy hatalmas nagy cseresznyefa, akkor ugye az alsó ágairól egy kisgyerek is pillanatok alatt egy bödröt meg tud telíteni. Míg a felső ágairól, ahhoz, hogy csak egy pici fél bödörnyi cseresznyét eszedjünk, ahhoz már gyakorlatilag létre kell, kötél a nyersünket, gyakorlatilag alkotó technikával tudunk oda fölmászni. Tehát valahogy szerintem ezt, hogyha megfigyeljük a körülöttünk lévő világot, akkor ez igenis érvényes. És az IT-ban, amikor tervezünk, ez az egyik leggyakoribb szabály, amit figyelembe veszünk. A másik a Kanban modell. Itt az ügyfelek szempontjából nézzük, hogy mi az, amit ők alapból elvárnak, és mi az, ami őket úgy teszi örömmé, hogy ő meglepődnek. Ez is van, de az. Hát például manapság, ugye egy mobil applikáció az már basic expectation. 20 évvel ezelőtt
tényleg nem volt az. 30 évvel ezelőtt is volt mobiltelefon. Manapság ugye ezek már elcsúsznak, tehát ami 30 évvel ezelőtt mondjuk ez a delightful volt, az most már basic expectation. És azt már akkor is meg kell csinálnunk, hogyha, tehát ez a minimál követelményekhez tartozik. Ugyanígy ma ugye az önvezető autó az, ami, vagy az önvezető technikák, amik ugye inkább a delightful részre mennek, és mondjuk egy tolatóradar, az már inkább a basic expectation tartozik, még 10-20 évvel ezelőtt nem ez volt. A másik, amikor figyelembe vesszük ezt a delay-t is figyelembe tudjuk venni, ugyanis az sem mindegy, hogy mennyit költünk egy csúszásra, és mennyi az effort, amit rászállunk, a költségek, a risk reduction, ezeket is figyelembe kell venni. Sőt, még az is előfordulhat, hogyha mondjuk csak túlórával tudunk valamit elvégezni, akkor a túlórák hétvégi munkaidő költsége lehet, hogy nagyobb, mint egyébként egy kötvért fizetni. Ez azért ritkán van, de ez is egy mérlegelési feladat. További prioritizálási feladatok is, vagy modellek is vannak, ezekben most nem mennék bele, de érdemes utána nézni. Ugye készítünk roadmap-et, itt általában megpróbáljuk valahogy release-ekhez belülni, hogy nagyjából mikorra és hogyan tudunk haladni a fejlesztéssel. Itt ugye figyelembe veszük az előző prioritizálási szabályokat, figyelembe véve, hogy kinek szól, hogyan, és ennek alapján próbálunk roadmap-et készíteni. A story mapping, az pedig már ennek az a változata, amikor ezekhez a release-ekhez a sztorikat is föltesszük annak megfelelően, hogy mik azok, amiket mindenképpen el kell végezni, mik az, amik need to have, mi az, amik nice to have, és így sorolhatnám tovább. Most megköszönöm a figyelmet, és igazából ez egy felvezetés volt ahhoz, hogy a kék embereket, a technikai embereket Szabolcs sokkal pontosabban el tudja mondani, hogy mi mindennek kell nekik még együtt dolgozni, és milyen kompetenciákkal kell rendelkezniük. Úgyhogy akkor ez lesz. Innen indítsam ide erről a szlájdról. Egyelve ér? Átadom, így is. Halló. Közben remélem, hogy lekapcsolom. Jó vagyok. Elég mint a jelentés. Ugyanis segítesz mondzom, hogy az elég. Vagy elveszett a díjat. Addig köszönjük, hogy töltődik az előadást, hogy lehet egy nagy kapcsolat, és akkor az Gyöngyiből hiányolt egyébként a személyes történetet, hogy ahogy említettem, is fejlesztőbb a business analyst, úgyhogy kérdem, mert lehet, hogy akkor a műsor után meg is. Ez mind személyes történet volt. Most jó, látszik? Hallatszik? Á, szuper. Szia.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, olyan Szabolcs vagyok az UpScale oldaláról. Nekem annyira érdekes ebben a helyzetben, és annyival más a perspektívából tudom ezt az egészet megközelíteni, hogy én hosszú évig dolgoztam fejlesztőként, mint ezt a fejlesztői hátteret, ezt így sikerült magamévá tenni a 19-20 év fejlesztői pályafutással. Aközben is nagyon sok business analyst-tel, IT business analyst-tel volt szerencsém dolgozni, és azóta miatt az UpScale RT-ben dolgozunk, kicsit más a perspektívából látjuk azt, hogy miért is jó nekünk és miért is jó az ügyfeleknek együtt dolgozni egy olyan business analyst-tel, akit mi IT business analyst-nak hívunk. Most néhány gyöngyi felvezetés egy kicsit megcáfolózni, nem túl részletesen, nem akarom itt az egész estét itt tölteni veletek, de azért néhány címszóban azért áttekintenénk, hogy a mi szemszögünkben, vagy mi gondolatok szerint mitől is ITBA egy ITBA, és mitől jó ITBA egy ITBA, hogy miért jó az nekünk, hogyha a fejlesztői háttérre érkezik. Az első legfontosabb, vagy az első kiemelendő szempont az, hogy érti a komplex rendszereknek a működését. Találkozott már komplex rendszerekkel, ugye fejlesztőként azért alapvetően nagyon sokszor találkozunk úgy rendszerfejlesztésekkel, hogy nem csak egy önálló rendszer fejlesztünk, hanem komplex rendszereket, a rendszerismeretek és áttekintések. A komplex architektúrában a navigáláshoz ugye alapvető fontosságú az, hogy egy adott rendszert vagy az alkalmazásokat részletesen megismerjük. Ez magában fog már az architektúra elemeket, a komponenseket, azoknak az összekapcsolódási módját, azoknak a megértését. Ugye rendszerismerete révén, hogyha valaki úgy érkezik IT business analyst-ként ebben a szakmában, hogy lesz itt ezt a lila lesz, úgymond, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos és egy nagyon hasznos szempont tud lenni, hogy látja ezeket, ezeket az összefüggéseket, kapcsolatokat, valamint a komplex rendszereknek az egészét értük. Nagyon fontos, hogy ez az üzleti célfelismerés. Egy IT business analystnak nem csak az üzleti igényeket, hanem a technikai részleteket is ismernie kell. Abban az esetben, hogyha IT business analystként olyan feladatokat rúgnak rá, vagy olyan feladatokat vár magára, amik valóban ilyen IT heavy megoldások köré épülnek, és fontos, hogy ezeket az üzleti igényeket össze tudja kapcsolni a technológiai lehetőségekkel, a technológiai megoldásokkal. Ez lehetővé teszi, hogy az üzleti követelményeket hatékonyan tudja kezelni, és az optimális megoldásokat akár már technológiai meg tudja találni. Amit meggyőzünk elégszer hangsúlyozni, szerintem Gyöngyi is elég sokszor kiemelte itt a kis prezentációjában a kommunikáció. Ugye a kommunikáció és együttműködés egyéb komplex architektúrában, az abban való navigálásban és az abban való tervezésben az együttműködés és a kommunikáció az ilyen fontosságú. Egy IT business analystnak képesnek kell lennie arra, hogy hatékonyan kommunikálja a szereplőkkel, beleértve a kockafejű fejlesztőt és beleértve az előtönyös üzleti megrendelőt, aki nem mindig tudja elmondani, hogy mit szeretne, illetve hát a fejlesztő sem mindig tudja jól kifejezni azt, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezek a rendszerek jól fel tudjanak épülni. Úgyhogy ezek mind olyan szempontok, amit a kommunikációban fontos, hogy magáévá tegyük egy ilyen IT business analyst. Technológiai tudás és folyamatos tanulás. Ezek a komplex architektúráknak az egyik jellemzője az, hogy gyakran különböző technológiákból és rendszerekből épülnek fel. Egy jó IT business analystnak fontos tartani a lépést az aktuális technológiai trendekkel. Megoldásokkal, hogy ez a technológiai tudás lehetővé tegye azt, hogy hatékonyan megértse a rendszereket, a működését és a kapcsolódásokat. Ugye az, hogy miért fontos az, hogy jól megértse, vagy mélyen értse a backend infrastruktúrát és a backend technológiát. Ugye ez megint csak nagyon fontos, hogy hatékonyan tudjon kommunikálni a technológiai csapatokkal. Ha rendelkezik valaki szoftverfejlesztő tapasztalat, akkor nyilván azokat, hogy tervezési minták, dizájnokat tervnek, kódlefedettségek, ezeket sokkal könnyebben megért, és sokkal könnyebben tud azonosulni a fejlesztőknek ezzel a fajta gondolkodásával. Ezáltal, hogy egyfajta közös nyelvet tudunk beszélni, sokkal hatékonyabban át is tudja adni az üzleti követelményeket. Azt, hogy mélyebben megérti a különböző komponenseket és különböző komponensek közötti összefüggéseket, ez megint csak arra azt teszi lehetővé, hogy sokkal hatékonyabban tudjon adott esetben döntéseket hozni, és az IT business analyst munkája során a tervezési folyamatokban részt venni. De az, hogy milyen hozzáadott értéke van az üzleti folyamatokhoz, ugye az nem is kérdés, mert nyilvánvalóan, hogyha nem csak ahhoz tud hozzászólni, hogy maga az üzleti igény hogyan legyen feldolgozva és átültetve informatikai nyelvre, akkor sokkal könnyebben és sokkal hatékonyabban tudja ezeket képviselni.
Ami még nagyon fontos, hogy technikai korlátokat és kihívásokat is tud azonosítani. Ugye, ha valaki rendelkezik szoftverfejlesztő tapasztalattal, az tudja azt, hogy egy-egy megoldandó problémának milyen technikai korlátai lehetnek, amihez nem feltétlenül kell architektúra, nem feltétlenül kell olyan szélesebb fórum egyeztetés. Elő business analysztként is fel tudja mérni azt, hogy nem fogok a képernyőre egy szervizbe lekérni 150 adatot, mert akkor az a szerviz soha nem fog válaszolni, és a képernyő soha nem fogok megjelenni. Nyilvánvalóan, hogy ezek olyan tapasztalatok, amiket business analysztként adott esetben kívülről tapasztalati úton is meg lehet tanulni. Nyilván, ha fejlesztő oldalról érkezem, és fejlesztő is akkor volt rajta korábban, akkor ezek a rálátások azért sokkal mélyebbek tudnak lenni. Ja, annak még fontos még megemlíteni az integrációs kihívásokat. Ugye egy-egy ilyen komplex rendszer tervezése során az integráció különböző rendszerekkel az mindig egy izgalmas kihívás szokott lenni. És azon túl, hogy a adott analiszt vagy PO érti azt, hogy adatoknak kell átvándorolni egyik rendszerből a másikba, egy mélyebb ismeretekkel rendelkező business analyst azt az absztrakciós szintet is értheti, hogy tök más adattárolási adatforrásokkal kell dolgozni, és ehhez megfelelően kell kiválasztani a megfelelő dizájnpatterneket, vagy a megfelelő tervezési mintákat. Jó rendszer, architektúra és tervezés, ugye hasonlóan, mint az integrációnál, ez mind olyan fontos skill lehet, amit hogyha valaki fejlesztői oldalra hoz, akkor ezek hasznosan be tudunk hívni a mintájára. Ugye a következő szint a biztonsági és a hozzáférés kezelés. Ugye az integráció során az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki milyen adathoz milyen azonosítással férhet hozzá. Én azt gondolom, hogy ha valaki olyan kódokat fejlesztett korábban, amik bizonyos security szempontoknak, meg a security elvárásoknak megfeleltek, az business analysztként tud olyan döntéseket hozni, amik eleve egy csomó megoldást kivonnak a lehetséges tárházban, mert hogy azok a security kihívások, amik az adott feladathoz szükségesek, ezek így könnyen megvalósítható. Ugye teljesítmény és kiválaszthatóság az még egy nagyon fontos szempont, hogy integráció megint csak fontos dolog, hogy hogyan tud a két rendszer egymással úgy kommunikálni, hogy a megfelelő válaszidők, vagy a megfelelő rendelkezésre állások, illetve a megfelelő kiválaszthatóság rendelkezésre álljon. Ez megint csak, hogyha érti a két különböző rendszernek a működését, azoknak adott esetben a technológiai korlátai, technológiai hátrányai, ez mindig olyan, amit be tud jutni, abban, hogy hatékonyan részt tudjon venni a tervezésbe. Jó, ugye technikai követelmény jellemzés. Ugye itt mi lehet fontos, mondjuk az, hogy jártasságon van ilyen backend-api szolgáltatásoknak a megértésébe, az nyilván nem is kérdés, hogy ez miért lehet hasznos egy analiszt számára. Ugye a mély technikai megértés, aki szoftverfejlesztőként dolgozik, az nyilván egy csomó API tervezésen, egy csomó API használaton és egy csomó API kapcsolatnak a üzemeltetésén keresztül ment. Egy korábbi szoftverfejlesztőként dolgozó analisztnek nyilván sokkal mélyebb megértése lehet az API működésére, adatátviteli protokollról, és mondok egy RESTes szópra. Nyilván, aki korábban dolgozott, mondjuk SOC interfészel is volt szerencséje VSDL-eket tanulmányozni, vagy akár csak egy szóküzenetet monitorozni, és ott kibontani egy bazinak envelope-ot, és akkor megnézni, hogy akkor mennyi adat van benne, és azokat hogy kéne hatékonyan elemezni egy hibakeresésnél. Nyilvánvalóan, hogy hátul a tervezői oldalra, akkor nem fogja szegélyteni, hogy nem tudom, egy szókhíváson kérjük egy millió rekordot, mert nyilván az egy millió rekordot dolgoz. Jó, tehát a következő az át is köt ide az adatmodellek és adatátvitel elemzésére, ki az, hogy milyen adatokat tudunk utaztatni, annak milyen problémái lehetnek egyébként oldani, modulni egy-egy program funkciónak a működésében. Ugye fontos megérteni egy-egy ilyen API tervezésnél a funkcionális és nem funkcionális követelményeket. Nyilvánvalóan a piros ruhás üzleti elemzők a funkcionális követelményeket kiválóan megértik. Én erre a képernyőre ki akarom rakni az ügyfél születési dátumát, és mellé akarom rakni, hogy hogyan változtak a lakcímei egy hívásban. Nyilvánvalóan egy olyan business analyst, aki mondjuk látja a háttérrendszereket és azok összefüggéseit, az valószínűleg hatékonyabban részt tud venni annak a tervezésében, hogy ezeket hogyan mondjuk szét és milyen korlátok lehetnek. Egy-egy rendszernek adatokat hogyan tudunk egy-egy napiba utaztatni. Ugye a hibakeresés képessége, ezek mind olyanok, amik olyan képességek tudnak lenni, amik egészen mélyre le tudnak nyúlni egy-egy hibanyomozás, egy-egy
egyik probléma feltárásnak a folyamatában. Nyilvánvalóan ilyenkor jól jön az a fajta tapasztalat, hogy tudom olvasni a forráskódot, látom azt, hogy hol csúszhat a fél valami. Az, amit látok egy hibalomban, az honnan keletkezhet az a hiba, és hogyan is lehet annak esetre kijavítani. Erről egy külön szlájdot is írtunk, hogy a fejlesztői csapattal való együttműködés. Ezt nem is akarom különösebben kirészletezni, de nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos szempont, hogy érti azt, hogy a fejlesztők milyen nehézségekkel küzdenek. Legyen szó a kommunikáció tegezve egészen odáig, hogy a fejlesztési feladatoknak a becslésénél, időráfordítású becslésénél, komplexitás becslésénél is hatékony segítséget tud nyújtani a csapat számára. Jó adatelemzés és reporting. Ugye egy-egy ilyen fejlesztői múltal érkező valaki vélhetően vagy előfordulhat, hogy rendelkezik olyan szakértői tudással, amikor a valamilyen backend rendszerből adatbázisokból származó adatoknak a kinyerésében és elemzésében hatékonyan tudja kamatoztatni ezt a fajta tudását. Ilyen sokszor szóba kerül az, hogy hogyan, milyen barátságban az adatokkal, mi is, amikor business analysztekkel, interjúzókkal szoktuk velük beszélgetni, akkor ugye mindig óvatatlan előkerül, hogy adatbázisokkal találkozott, hanem milyen szintű SQL-ek kérdezéseket tud írni, és azért nagyon változó a skála. Mi azt gondolom, hogy az, aki hosszú éveken keresztül fejlesztésben dolgozott adatbázis manipulációs műveleteket, vagy adatszerkezet manipuláló műveleteket kellett írnia, az sokkal hatékonyabban tudja belevetni magát ebben a munkába. Így legyen szó arról, hogy akár adatelemzéshez lekérdezéseket futtasson, vagy adott esetben user-teket, update-teket is, hogyha olyan jellegű feladatok jönnek szembe. Még nagyon fontos lehet, hogy sokkal komplexebb, adott esetben komplexebb riportokat, jelentéseket is készített. Jó, egy következő szlájd, amit nem tudom, vannak a fejezetei, de próbálom röviden összefoglalni. Ugye ez a hibakeresés és a hibáknak a felderítése. Mi nyilván itt megint csak, hogyha egy éles üzemi támogatásra beszélünk egy rendszernél, ugye nagyon fontos az, hogy jelen sok rendszert láttunk már szerintem nagyon sokan, tudjuk, hogy a monitoring és a logging rendszerek azok olyanok, amilyenek, de sokszor előfordul, hogy alkalmazás logokban, adott esetben valamilyen platform szintű logokban kell letúrni, és adott esetben előfordult az, hogy business analysztként kell ebbe a fajta támogatási munkába részt venni. Nyilvánvalóan itt akkor megint csak visszatérve az előző szlájdok már hangzottakra. Fontos azt érteni, hogy architektúrása, hogy épül fel a rendszer, azok hova logolnak, azok a logadatok, azok hova kerülnek, és hogy azokban a logadatokban mit látunk. Azt gondolom, személyes tapasztalat megint csak, hogy az, aki olyan háttérrel érkezik, hogy ezzel foglalkozott, nyilván ez nem egy varázslat, de nyilván sokkal hatékonyabban részt tud venni ebben a fajta támogatási feladatban. Ugye itt, amit még fontos megemlíteni, itt az ilyen rendszermonitorozás és teljesítményelemzés, ugye az, hogy végeznek különböző rendszerekben különböző csapatok ilyen monitorozási elemzési tevékenységeket, ez általában egy nagyobb szervezetnél triviális, de mégis lehetnek olyan megközelítések, akár üzleti elemző oldalról, ahol nem feltétlenül csak a metrikáknak a nyers számaira támaszkodva lehet valamilyen teljesítmény problémára felhívni a figyelmet, hogy teljesítmény problémát megfigyelni. Nyilván ez kell az, hogy ismerjük a kódnak a működését, és tudjuk azt, hogy egy-egy kódrészletnek a lassúsága, vagy egy-egy kódrészletnek a hibája az, amire utalhat, és egy milyen komplex problémát tárhat fel. Úgyhogy itt is nagyon hasznos tud lenni, hogyha egy adott kollega ezzel a képességgel rendelkezik. Jó, hát az agilis fejlesztési módszert, ami is ilyen continuous integration-ben való részvétel. Nyilván az agilis alapelvek és keretrendszerek ismerete. Jó, hogyha látjuk másik oldalról is, hogy léteznek olyanok, hogy Scrum, meg Extreme Programming, és megérti a fejlesztőkkel azt, hogy hogyan is tud az hatékonyan működni. Tudja, hogy hogyan is épül fel egy integrációs pipeline, hogy hogyan működik egy continuous integration folyamat. Ezek mind
olyan hasznos tudások tudnak lenni egy business analyst számára, amiket érdemes a hétköznapokban is beépíteni, és ezek azok a tudások, amiket megint csak tapasztalat és vélemény szerint nyilvánvalóan csak előzőleg hozott szakmai munka lehet igazából jól és hasznosan, illetve egész pontosan mélyen ismeretekkel felvértezve végezni. Jó, amit még itt fontosnak tartok kiemelni, az ilyen verziókezelő rendszerekben való járatosság. Ez is annak a megértése, hogy hogyan működik egy mit stratégia, vagy hogyan működik egy verziókezelő rendszer, hogyan működik az, hogy különböző fejlesztéseket, különböző ágakon tartunk, ezeket hogy tudjuk aztán bizniszerezni, összefésülni, és ebből aztán értelmes, működőképes verziókat kiadni. Ezek mind-mind, vagy ezeknek mind-mind előfeltétel az a fajta tudástapasztalat, ami korábbi fejlesztői múlta nagy valószínűséggel az ember hétköznapi feladatként csinál. Jó, a kollaborációs eszközökről nem beszélek, mert nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig is mutatta itt a prezentációjában. Csapatként működünk együtt, tudunk hatékonyan kommunikálni, zsírnak felvő, konfluenszi, stb. Még a verziókezelés ágnak írtam fel, de ezt az előbb így nagyjából kifejtettem, hogy mire gondoltam, tehát fontos az tényleg, hogy hatékonyan lehessen funkciókat, feature-eket integrálni, és egy-egy ilyen business analyst-i tervezéstől is el lehessen azt képzelni, hogy lehessen az a abstrakciós gondolati szinten élni, hogy hogyan tudjuk ezeket szétválasztani egymástól, és aztán hogyan tudjuk később működő rendszerű összefésülni. Jó, integration és API management. Ugye ez megint nagyon fontos, hogy alapvetően, amikor nagyobb rendszereket tervezünk, akkor integrált rendszerekben dolgozunk, ahogy megint visszautalva Gyöngyinek az ábrájára, ugye nagyon sok klienssel, legyen ez belső klienes, külső klienes, nagyon sok rendszerre kapcsolódunk, ugye mindig valami API-val kommunikálnak, az, hogy API dokumentációs szabványokat, specifikációkat ismerünk, például szegőrűre írjuk, hogy akkor azt hogy is néz ki, ez szerintem elengedhetetlen, és ezek megint csak olyan dolgok, amik korábbi fejlesztői életből, korábbi fejlesztői munka során beépülhettek az embernek így a tudás szettjébe. Ugye miért fontos ez egyértelmű kommunikáció a fejlesztőkkel, hogy akkor mit is várunk el egy interfész specifikáció során, de az is nagyon fontos lehet, hogy megértsük és megértessük azt, hogy milyen adatokat akarunk közlekedtetni, milyen metódusokon keresztül, és a többi. A paraméter dokumentáláshoz ezek mind elengedhetetlenek, hogy ezeket készségszinten tudja írni, olvasni, és hogy ezeket be tudja építeni a saját működésével. Ugye, amit még fontos kiemelni, ez a backend frontend oldali integrációs mintáknak az ismerete, hogy tudjuk, hogy hogyan kommunikál egy megjelenő képernyő egy háttérben futó valamivel. Ugye egy szerver oldal, kliens oldali rendelés, meg kell érteni a business analysztnek, hogy miért jó, hogyha egyik vagy másik megoldást választjuk, hogy milyen lehet hatással, az egyik hatással lehet mondjuk az oldal betöltődési sebességére, másik a performanciára, de hogy milyen hangolási feladatokat tudunk akár ilyen, nem tudom, a search engine optimalizálására tenni egyik vagy másik megoldással. Ezek mind azok a fajta kvázi fejlesztői kívások, amiket business analysztként a tervező munkában kiválóan be lehet építeni. Ugye itt ugyanígy a szinkron-aszinkron kommunikáció, az esemény alapú rendszerek, amit megint csak egy ilyen említett. Ugye tudnunk kell, hogy miért jó, hogyha szinkron vagy aszinkron kommunikációt választunk, vagy milyen előnye lehet annak, hogyha valami esemény vezérelt megoldást választunk, és hogy milyen hatással lehet a rendszerünkre és a rendszerünknek a működésére. Nyilván az, hogy a security szabványokban is ilyen hozzáférés management, ilyen access control-ban van járatosság, ez megint csak azért fontos, hogy biztonságos és security rendszereket tudjunk tervezni. Ami egy kedvenc topik, az a minőségbiztosítás tesztelés. Nyilván egy jó business analysztnek abban is segítséget kell tudni nyújtani így a tervezések, vagy a sztorírások során, hogy milyen backend oldali, vagy milyen rendszer teszteseteket érdemes definiálni, segíthet a tesztforgatókönyveknek a definiálásában, akár a integrációs tesztek elvégzésében is, de akár a backend oldali a kezelés, vagy a kivétel kezeléseknek a definiálásában is fontos szerepe lehet. Ami még egy szintén fontos dolog, a tesztadatok előállítása és adott esetben a blokkolásnak a megértése, hogy is működik úgymond egy blokkolás, hogy is állíthatunk elő tesztadatokat. Itt
tapasztalatunk szerint azért elég erősen el szokott mosolni a tesztelői csapat meg a fejlesztői csapat között, vagy hogyha a mix csapatunkban gondolkodunk, akkor egy-egy ilyen feladat végrehajtása nem mindig tud egyértelműen tesztelő kezében, úgyhogy jó, hogyha a business analysis-nek erre is már rálátása, hogy mit érdemes mukkolni, mit várhatunk attól, hogyha mukkolunk valamit, és hogy mi lehet annak a hozzáadott értéke, akár egy ilyen integráció tesztnek a szimulálása során. Ugye említettem a tesztadatok előkészítését, visszautalok arra, hogy mennyire hasznos lehet az a fajta SQL tudás, hogy komplex leválogatásokat tudjuk futtatni, és adott esetben a scripteket tudjuk előkészíteni, amik ezeket a tesztadatokat elő is tudják készíteni, létre tudják hozni a tesztkörnyezetekben. Jó, hát itt még a tesztelésre van néhány gondolat, de azonban most, hogy miért van, nem mennénk bele. És akkor egy ilyen záró gondolatként, hogy mi az, ami még hasznos lehet egy business analyst számára, és mi az, amit én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez a fejlesztői munkahoz az emberrel, ez a technológiai trendek követése, az innovációnak a támogatása. Ugye fejlesztőként, aki nem tudom, 6-8-10 éve fejleszt, végigért néhány keretrendszernek, néhány programozási nyelvnek, néhány frameworknek az evolúcióját. Azt gondolom, ez így fejlesztőként beleívódik az emberbe, és fejlesztő business analysztként tovább tudja vinni ezt a fajta érdeklődést, és tudja, hogy egy-egy korábbi keretrendszernek milyen előnyei, hátrányai, buktatói voltak, akkor megvan benne az abstrakciós képesség, hogy egy-egy új ilyen valaminek a felbukkanásában szándékosan nem nevezem nevén, hogy milyen is gondol, de egy-egy új dolog megjelenésénél meg lehet benne az a képesség, hogy el tudja gondolni azt, hogy ez milyen újító szemléletet ilyenbe a szervezetbe, az adott projektben milyen hasznossággal járhat. Nyilván ilyen fontos az, hogy egy-egy ilyen megvalósításnál, egy-egy ilyen projekt megvalósításnál vagy értékelésénél ezeket a szempontokat szintén hatékonyan tudja hasznosítani, hogy értékeljük egy-egy keretrendszer programozási nyelv a megoldásnak az értékelését. Nyilván nem hagyhatjuk itt a cloud alapú megoldásoknak az elterjedését, tehát ez kicsit azért benne van ebbe a új trendek vagy innovációknak követésébe. Úgyhogy ezek mind azok a szempontok, amiket szerintem egy fejlesztőből IT business analyst ki, IT business analyst avanzsár jó business analystnek a magáévá kell tenni, vagy magáénak kell tudni abszolút. Jól is hatékonyan tudjuk működni. Úgyhogy én röviden ennyit szeretném mondani, nagyon köszönöm szépen a figyelmet. Kérdésekre van egy kis lehetőség, akár Gyöngyi, akár Szabolcshoz, hogyha valaki szeretne kérdezni a streamen, és ezért odaadom a mikrofont. Akár évért. Van esetleg olyan, aki szeretne, akár ezen az utolsó oldalán, ez volt a kedvencem egyébként, hogy tényleg a trendekben jártassák, hiszen ez valahol az eszköztár, amiben egy business analyst is dolgozik, hogy amikor az ügyféle beszélget, mi az, amiket érdemes most gondolkodni, ilyen lehetőségé van ezeknek a technológiáknak. Jó, ha nincs kérdés, az se probléma. Utána még itt maradunk, és akkor lesz elmúlt. Én annyit hadd kérdezek, mielőtt felkonferálom a panelt, hogy hadd kérjék tőletek, hogyha van nálatok mobiltelefon, akkor tegyünk egy próbát, hogyha elővennétek mindenkit, akkor egy kísérletet csinálunk együtt. Kinek milyen minőségű kamerája valószínűleg tudja tesztelni azzal, hogy megnézzük, ott van két QR kódunk alul, és megnézzük, hogy befogja a telefonatok. A jobb oldali az a Eurocommittee, amit keresztül szervezünk ezeket a meetupokat, a bal oldali pedig a következő ilyen BS meetup, úgyhogy próbáljátok meg, hogyha besikerül fogni, akkor hány ember meg sikerült, meg is kérdezhetem? Most, hogy hány ember? 5-6-7. Kinek nem sikerült? Nem sikerült? Akkor nektek segítettek jól megtalálni az ideteket, úgyhogy. De nagyon szépen, sok szeretettel látunk titeket következő eseményen is. És akkor most már konferáljam fel, így szerintem úgy csináljuk, hogy Gábor kérem meg össze a KPMG-től, hogyha megteszed, hogy ilyet foglalsz itt nálunk, és akkor mesélsz majd magadról. Utána hadd kérjek meg most ne Gábort, hanem hadd kérjen meg Viktort, hogy ne legyen két Gábor egymás csak amiatt, az OTP-től érkezett hozzánk, és Gábor az ICE-től, ugye, jól értettem ki, mert én is ICE-el mondtam már, hogy ICE, mindenféle. És akkor, hogyha a panelbe esetleg, nem tudom, mert
Vagy Szabolcs, hogyha nem moderálod, akkor ez lesz még egyszerűbb. Köszönöm szépen. Olyan kérdéseket átbeszélni, nem úgy vicces. Üdvözlök mindenkit! Szeretettel ezen a meetupon. Én Csepi Gábor vagyok, a KPMG IT senior tanácsadója, és én úgy keveredtem ide, hogy alapvetően én nekem egy üzleti karrierem volt, meg még a Morgan Stanley-ben kezdtem, és utána én volt például, ami nem hangzott el ugye még Gyöngyi előadásába, hogy hogyan lesz mondjuk a pirosból az a lila, én a pirosból lettem egy kicsit lilább, hogy engem az érdekel például nagyon, hogy én untam a baut, és hogy ez a projektvilág az egy iszonyatosan nagy izgalmakkal és kihívásokkal teli környezet, ami mindig változik, és hát mivel nagyon jól adtam fel IT tipiteket, és jól értettem meg azt, amit az IT oldalon mondtak az esetleges ötletek iránt, amit felmerültek a szerződénettől, mozdultam el egy kicsit BS-abb irányba, és végül én most IT tanácsadóként inkább üzleti elemzési gondolkodásmóddal próbálok az ügyfél problémáit segíteni. Köszönöm. Sziasztok, én György Viktor vagyok, az OTP-nél dolgozom business analystként. Én is piros ember voltam, úgyhogy nem vagy ezzel egyedül itt a panelben. Én traderként dolgoztam 17 évig itthon és külföldi befektetési bankoknál, és igazából IT affinitással rendelkezem, nagyon sok projektben voltam üzleti oldalon, megrendelő vagy subject matter expert különböző IT projektekben, és úgy kerültem igazából a business analyst munkakörbe, hogy ilyen treasury jellegű projekten dolgozom jelenleg is, mint business analyst, sőt én már annyira piros ember vagyok, hogy product ownerként dolgozom IT igazgatóságon belül, úgyhogy én is a piros irányból tartok a világon. Sziasztok! Én pedig Szabolcs Gábor vagyok az ICZ-től, team lead-ként funkcionálok itt a cégen belül, ez a szempontból cross-funkcionális csapatot vezetek, többet is egyszerre, szerencsére ugyanazon a projekten. Én fejlesztőből lettem DIA, de ez annyira nem tudatos volt nálam, én inkább így belecsúsztam ebbe a szerepbe. Nyilván egy kisebb fejlesztő csapatba vettem részt, és ott több szerepet el kellett vinni, és nem figyeltem oda. És hirtelen már ilyen DIA szerepbe találtam magam, ahol nagyon sok az előbb elhangzott kompetenciát így magamnak kellett szedni. És így úgy olvattam ebbe bele, mint éles is a bajba. Tehát ez így magától jött nálam, de nagyon megfogott az, hogy egy kicsit jobban láttam a big picture, jobban részt vehetek a különböző technológiai döntésekben és a tervezésben. Úgyhogy így lettem TV-ben, vagy inkább szívesen mondom magam, ilyen IT business analysztnek még mindig. Szuper, köszönöm szépen. Kezdjük egy kicsit ilyen személyes tapasztalatokkal, hogy itt a hallgatóságban be tudta számolni olyan projektről, amiben személyesen VR-ként vettetek részt, és hogy abban milyen tapasztalatok voltnak a csapat mérettel, milyen sikereket, milyen kudarcokat értek be. Én most jelenleg egy viszonylag nagy projekten dolgozom, ez egy kb. 80 fős csapat, amiből mondjuk 20 fő a BR, akik is módszer szerint dolgozunk. Ez egy zöldmezős beruházás, egy nagyon komplex backendet és frontendet is érintő projekt. A mi igazgatóságunk
elosztott rendszerekkel és microservice architektúrával fejleszt, és ilyen nagy rendelkezésre álláshoz real-time rendszereken dolgozunk. Általában a BIA csapatunk is olyan projektekben vesz részt, olyan megrendeléseket kapunk, amik a bank különböző területéről jönnek, de valamilyen módon szükség van ezekre a technológiákra, ami mondjuk a bank másik területén nem elérhető. Itt nálunk a legnagyobb kihívás az a tényleg az üzlet és az IT-nek a kommunikációja, az, hogy az üzlet egyáltalán megmondja, hogy mit akar. Ez egy jó sok éves, jó nagy budgetű projekt, ahol nincsenek annyira definiálva az üzleti igények, inkább csak ilyen vízió szinten léteznek, és itt a PR-nak elég nagy feladat hárul abban a tekintetben, hogy sok esetben az üzleti igényt is elő kell, hogy állítsuk, nem csak feltétlenül a technikai specifikációkat. Ja. Mint ugye említettem, most jelenleg tanácsadói szerepkörben vállalok munkákat, de korábban voltak üzleti elemzői munkáim is. Nekem az egyik kedvencem az az volt benne, hogy ahány ügyfél, ahány cég, ahány iparág, mindig egy kicsit mást kértek az üzleti elemzőtől. Ugye hallottok egy elég jó előadást arról, hogy mit lehet IT business analysztként elvárni a kollégától, ehhez képest mondjuk akármit lehet. Tehát van egy, úgy értem, hogy az volt nekem a legnagyobb kihívás, hogy megtalálni azt, hogy éppen mire van pont szükség IT üzleti elemző. Mert az a range, ami talán itt elhangzott IT oldalról, azt még kiegészítve azzal, hogy mondjuk jó stakeholder management, jó érintett feltárási képességgel, jó kérdező képességgel, megfelelő domain, üzleti domain értéssel is kell rendelkezni hozzá, hogy a követelményeket jól megírjuk, az nekem volt az egyik legnagyobb kihívás, és közben még akkor, hogy megírtuk specifikációt, azt még ugye végeredményénél még teszteljük is le. Tehát amikor akár minden sapkát egyszerre fel kell venni egy üzleti elemzőnek egy kisebb projektnek, nekem ez is nagyon egy érdekes kihívás volt. Valamint még az volt nagyon érdekes nekem ilyen tapasztalatként, amikor mondjuk robotizáció RPA-val foglalkoztam, hogy maga az igényfeltárás és maga az IT üzleti elemzőnek a projekten kívül, talán még a projekt indításában van egy olyan szereptöre, ami egy ilyen pre-sales támogatás feladat, egy szakértői tevékenység talán, mielőtt elindul egy projekt, hogy azt így technológiai oldalon is támogatni, és magát az üzleti értelmezést is feltárni. Nekem ezek voltak az ilyen legérdekesebb élményeim, mint üzleti elemző. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sok szervezetnél, nagyon sokféle projektben dolgoztam. Az utóbbi 6 évben leginkább a pénzügyi szektorban, de előtte volt gyártás, vállalatgyártási rendszerek. 20 évvel ezelőtt még egy gyönyörű monolitet fejlesztettünk a magyar közút kezelőnek, tehát egy közúti szakmában is van tapasztalatom, amit egyébként még mindig használnak, ezt nem még tudtam meg egyébként. Érdekes, hogyan lehetne azt mikroszervizekre bontani, azt így megvizsgálnám. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy nagyon sok minden fel volt itt sorolva, és hogyha ezt nekem minden nap kell csinálnom, mint IT business analyst, akkor megnézném azt a naptárat, hogy akkor most mikor, mivel foglalkoznom. De a tapasztalatom az tényleg az, hogy csapatfüggő, hogy melyik kompetenciát kell előtérbe helyeznem. Tehát szerintem nem gond az, hogyha tudok logot olvasni, SQL-ekkel adatbázist megfogni, és értelmezni az entitásokat, hogy hogyan mennek, sőt, egy nagyon érdekes projektem volt pont, hogy megnézzük, hogy hogyan működik az egész szervezet, ez a folyamatbányászat, ami igazából a logokra és az adatokra, adatbázisokra település volt, és akkor azokra kell megállapítani, hogy hol akarnak el egyes folyamatos lépések hol vannak. És nekem, amikor mondjuk egy ilyen monolit rendszert, vagy több monolit rendszert felbontanék mikroszervizekre, biztos, hogy az adat rétegben, adatbázis rétegben kezd el inkább
torkán, és akkor ott meghatároz ezeket a dolgokat. Már csak azért is, mert a legacy rendszerekben nagyon sokszor, még itt az adatbázis években elég sok üzleti logikát rejtettek el, ami teljesen független attól, hogy képeken fejlesztő, mint fejlesztett le. Bár mondjuk régebben ezeknél a rendszereknél, aki backendet fejlesztett, a sokszor a bázist is fejlesztett. Tehát itt nagyon összemosulnak a dolgok. Egyébként az valami van prognózisom lehet itt, hogy most már hozzátok biztos, hogy sokkal kevesebb önéletrajz fog beérkezni itt az IT Business Analyst programra jelentkezni, mert azért ez elég komoly kompetenciát jelent. És ez szerintem, legalábbis nálam, azért ez 25-ig vagyok nagyjából a szakmában, azért ez nem egyik pillanatról a másikra történt, hogy ez így felvette. És egyébként kellett az, hogy váltsak munkahelyeket 2-3 évente föl az elején sűrűbe, hogy megismerjen ezeket a különböző technológiákat, meg különböző működéseket, mint üzleti oldalról, mint fejlesztői csapat. Köszönöm szépen. Viktor, neked, meg ez meg a Gáborhoz is fog szólni, csak kicsit más felütéssel, hogy mik azok az üzleti készségek, amiket így tudsz hasznosítani a BA-vállás során, és miket kellett elsajátítani ahhoz, hogy jó BA-vá válj. És majd a Gábor felül az lesz a kérdés, hogy te mondtad, hogy ti tanácsadóként dolgoztad, de szeretnéd ezt a fajta szemléletet meghonosítani, hogy te mit tanácsolsz, vagy mit vársz el a kollégáitól, vagy akár azoktól a tanácsadóitól, akik ilyen business-analyszti szemlélettel nézik, hogy akkor milyen készségek azok, amik szükségesek ahhoz, hogy egy üzleti oldalról tudjunk bérre válni. Nálunk a domain tudás azért az elég fontos. Azt el kell mondani, hogy nálunk a BA is fel van osztva piros, lila és kék emberkékre. Szóval a középső lila is három részből áll nálunk, attól függően, hogy mennyire business-heavy vagy IT-heavy az embernek a tudása. Abban a szerencsében van részünk, hogy nagyon nagy a szervezet és nagyon sok BA-nk van, ezért megtehetjük, hogy mi még ezen belül is daraboljuk. Én az üzlethez vagyok közelebb. Nyilván azért mindenkinek minden részt ismerni kell. Az egyik az, hogy nagyon sok kollégám van a korábbi munkahelyeimről az üzleti területen, ezért velük könnyen szót értek. Kell azért az üzleti tudás mellett egy olyan attitűd is, amit szerintem a biznisz oldalon lehet felszedni, hogy az ember mer beszélni üzleti vezetőkkel. Biztos, hogy mondjuk valaki, aki egész életében fejlesztő volt, az egyáltalán menedzsmenttel vagy üzleti vezetővel mondjuk szót értene. Ez például szerintem egészen fontos. Nálunk olyanra is szükség volt, hogy valaki az üzleti oldalról távozott a projektből, és mi írtunk közgazdasági modelleket a business case alátámasztására, mert hogy business analystként nálunk megvolt ez a know-how, mert vannak üzleti oldali business analystjeink, úgyhogy a projekt alátámasztására költséget és bevételek diszkontálását és az összes ilyen pénzügyi modellt is megírtuk, amikor kiesett az üzleti oldalról az ember, úgyhogy ez például igen hasznos volt nálunk. És ugye, hogy mindenhez hogy lehet tanácsadóként hozzájárulni, szerintem maga az üzleti elemzés gondolkodásmód az abban rejlik, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy ezek a projektek, amikben részt veszünk, ezek a stratégia végrehajtásának építőkövei. Tehát van egy stratégiai cél, amit el akarunk ezzel az egész projekttel élni, van egy gyökérok, ami ezt az üzleti igényt kiváltotta, amit meg akarunk valósítani, van egy jelenlegi állapot, és van egy jövőbeni állapot, ahova el akarunk jutni, ami egy magasabb szintű üzleti értékteremtéshez segíti hozzá a szervezetet, és a projekt maga az, amikor ebből az ez-iz állapotból el akarunk jutni abból a to-be állapotba. És pontosan emiatt, hogyha egy tanácsadónak egy ilyen jellegű IT projektben együtt kell dolgozni a üzleti elemzőkkel, rendszerszervezőkkel, folyamatszervezőkkel, egyéb szereplőkkel, akik szerintem nagyon ezt a fajta feladatkört próbálják különböző elnevezések mögött betölteni,
oda szerintem elsősorban a folyamat központú gondolkodásmód szükséges, tehát hogy tudjon, képes legyen az ember folyamatokban gondolkodni, és azokat megértse. A másik pedig, ami egy jó üzleti jellemzőnek is ismerve, az a jó kérdezés technika. Tehát még hogyha még nincs is domain tudás, még nincs is IT tudás mögötte, de hogyha jól tud kérdezni, és ahogy már itt említettük, a vezetői kommunikáció is megfelelő, tehát hogy jól tud kommunikálni az emberek, jól tud kommunikálni a tanácsadó a vezetőkkel, akkor sokkal hamarabb feltárja a szükséges érintetteket, mindenkinek az igénye meg tud jelenni magában a projektben. Úgyhogy alapvetően, hogyha a nulláról indulunk, ezek az alapvető követelmények, és ami szerintem még nagyon fontos, az az architektúra ismeret. Az, hogy képes legyen az ember olvasni architektúrát, igen, akár képes legyen arra, hogy logokat olvasson, mert még tanácsadói projektben, hogyha mondjuk napnyitás-zárási folyamatot akarom mondjuk fölmérni egy bankban, akkor mondjuk képesnek kell lennie az embernek arra, hogy a rendszerek közötti kapcsolatokat áttekintse, és akár logokban turkálva olvassa ki azokat a fájl átadási pontokat, ahol az egyik rendszer a másikkal kapcsolódik. Szóval Gábor, tőled meg akkor azt kérdezném, hogy fejlesztői oldalról, hogyha indulunk, akkor szerintem mik azok a legfontosabb képességek vagy készségek, amik kellene azt, hogy valaki jó IT business analyst legyen? Vagy te mit látsz, hogy mi a legfontosabb, amit érdemes magával elvinni egy mostani fejlesztőnek? Hát először is én úgy gondolom, hogy egy fejlesztőnek van egy ilyen biztos környezete, amiben dolgozik. Hát, business analysztként ebből tudni kell kimozdulni. Tehát amikor találkozom mondjuk az üzleti partnerrel, akkor egy idegen környezetben érkezünk meg. Tehát ez biztos egy olyan skill, ami a nálunk lévő fejlesztőket körbenéztem én tegnap, és körbe is kérdezettem néhány kollégát, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha business analysztek lennének egy napig, mondjuk a jövőben. Hát nem sok pozitív választattam. Tehát, hogy ahhoz, hogy jó business analysztnek kell, mindenféleképpen ki kell tudni mozdulni a komfortzónából, ez ilyen alap skill. És egyébként meg felsorolva az összes többi egyébként, hogy kell egy jó kommunikáció készség, akkor nagyon sokat kell konfrontálódni. Tehát ez talán mint a kérdezés technika, ez nagyjából érintette ezt a területet. Nem tudom, találkoztatok-e már olyan, amikor úgy jött az ügyfél itt problémával, hogy már nem is problémát vetett, hanem megoldást mondott, hogy akkor ezt kellene megcsinálni. Hát itt nekem azért kellett egy kis idő ahhoz, hogy a pályám elején, hogy azt mondjam, hogy jó, de hát mi a probléma, és akkor igazából így a gyökérokot megkeresni, és akkor elmenni ezzel, és arra akkor hozni egy, vagy hát jó esetben több megoldást is, különböző költségkerettel. Tehát kell egy rugalmasabb gondolkodás mindenféleképpen, és ezekhez pedig szükség van empátiára mindenféleképpen, hogy érzékelje azt, hogy most milyen szerepben van, kihez beszél, hogy most egy ügyfélhez beszél, vagy egy fejlesztőhöz beszél, vagy hát adott esetben projektfüggő, hogy mondjuk egy BA, talán egy TM sapkát is el szokott adott esetben vinni, tehát itt azért kell egy adott esetben a konfrontáció, az nem csak a most feladatot vagy feladatról beszélünk a problémáról, hanem szkópvédelmet is kell azért itt az ügyfélvel biztosítani, tehát ez mindenféleképpen kell. Akkor kell egy olyan érdeklődés szerintem, hogy ne csak egy adott feladat, csak egy kis részét próbáljuk meg megoldani, hanem hogy tényleg ez a, hogy lássuk a big picture. Most ez nekem, ez nem tudom, hogy alakult ide, én már általános iskolában programoztam, tehát először megtanultam a technikát, hogy hogyan lehet megoldani, de amikor már uncsi volt, hogy nagyon mire használjam, akkor már kitaláltam komplex feladatokat, és akkor kell egy ilyen tervezői szemlélet is, hogy hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy ne a kódolással kezdjek, hanem először a tervezéssel. Egy ilyen nézőpont is meg kell, hogy valósuljon, de mindenek előtt azt gondolom, hogy a szándék kell, hogy akar-e ebbe a szerepbe átkerülni, vagy sem.
Egyébként a tegnapi interjúim során olyan is találkoztam, aki BA-ból lett fejlesztő, vagy mondjuk inkább felvett fejlesztői kompetenciát, de ebből van a kevesebb, de ezt is inkább a szükség szülte adott esetben. Nem tudom, valószínűleg nem minden soroltam rá, hogy köztetek van olyan, aki még valamit így hozzátenne, akkor így lehet erről vitatkozni. Én nagyjából ezeket fogalmaznám. Viktor, te, aki üzleti oldalról jössz, és ugyan van helyi érdeklődésed, amikor belecsöppensz egy ilyen szervbe, akkor mik voltak azok a legnagyobb technológiai, technikai kihívások, amikkel meg kellett küzdeni? Mi elég speckó technológiával dolgozunk, ez igazából szerintem olyannak is kihívás, aki egyébként nem üzleti oldalról jön. Mi Erlangban és Flutterben dolgozunk, ami nem kimondottan népszerű, vagy nem annyira elterjedt. És hát azért itt legalább az architektúra szintig felszedni a technológiai tudást, hogy mik azok a alkalmazott komponensek, mi az, amit használ egyébként az architekt csapat a megoldásra, ezek mire jók, hogyan működnek, azért ezt fel kell szedni. Szerencsére nálunk a BA-k onboardolják egymást, és elég erős a knowledge sharing a BA chapter-ön belül, úgyhogy aki inkább technikai, az gyakran tart előadást azoknak, akik inkább üzletiek is fordítva. Illetve most már a YouTube azért elég sokat segít ennek a tudásnak a felszedésében. Itt én azt gondolom, hogy aki üzleti oldalról jön, ott meg kell húzni a határt, hogy milyen mélyre szeretne lemenni, vagy milyen mélyre hajlandó lemenni technikai kérdésekben. Én a magam részéről az architektúránál húztam meg ezt a határt, szóval én nem olvasom a kódot, nem turkálok a repókban, a szpadomban olyan BA-t keresek magam mellé, aki inkább technikai tudású, és rábízom ezt a feladatot, mert tudom, hogy rábízhatom, és nálunk a csapatok így is alakulnak ki, hogyha valamilyen projektre BA-t keresnek, akkor az kérdés, hogy melyik része a fontosabb inkább, tehát hogy kell-e üzleti tudás, kell-e IT tudás, vagy egy komplett csapat kell, gyakorlatilag, mint egy üzleti tanácsadó cég, elláthatjuk a teljes feladatot egészen az üzleti igénytől a megvalósításig. Úgy állítjuk össze mindig a BA csapatot, hogyha valaki üzleti tudással rendelkezik, akkor kap maga mellé olyat, aki egyébként képes agileírókat olvasni vagy írni. Ebben valamilyen szintig el kell jutni, valamilyen mélységig, és tudni kell, hogy hol van ez a határ, és honnan kell leadni ezt a BA munkát valakinek. Lehet, hogy valaki csak az üzleti igényeket méri fel, és esetleg tudja, hogy milyen technológiát javasoljon. Ezt mondjuk nálunk megbeszéli az architekt csapattal, de azt, hogy az architekteknek milyen specifikáció kell ahhoz, hogy mit tervezzenek, azt már lehet, hogy egy másik BA fogja elvégezni ugyanezen a csapaton belül. Itt BA-BA kommunikáció van leginkább. De nyilván ez egy ilyen folyamatos tanulás, mert közgazdaságtanból 30 éve nem találtak ki új dolgot, nagyjából a bankbetét, meg a hitel, meg a kamatos kamat ugyanúgy néz ki a 70-es, 80-as évek óta, IT-ben meg a 5 éve kezdted, akkor igazából már elavult a tudásod, úgyhogy ez egy szempontból előny is, meg hátrány is, nem kell nullától kezdenem, úgyhogy már a Turbo Pascalt nem kell átnéznem, mert az már elavult, viszont az, hogy nálunk azért az architektek is állandóan megpróbálnak a bankba új technológiát behozni, ezt valamilyen szinten követni kell. Ez nem olyan túl könnyű annak, aki egyébként nem feltétlenül IT-vel foglalkozik. Gábor, nálatok a KPMG-nél, vagy hát úgy általában a tanácsadóknál, hogy mi a elvárás, vagy mi a tanács, hogy meddig menjen le egy olyan tanácsadó a technológia megértésébe. Tehát, hogy van-e elvárás, hogy meddig kell mennie, vagy ezt a feladathoz mindig is olyan szereplőket választatok, aki el tudja dönteni, hogy meddig kell menni a technológia megértésébe. Szerintem igazából ez az adott projekten az adott szerepkörültől függ.
Tehát, hogy attól függ, hogyha mondjuk konkrétan architekti szolgáltatást nyújtunk, hát akkor ott azért elég mélyen le kell tudnia menni a delegált kollégának a technológiai szintekbe, viszont hogyha mondjuk minőségbiztosítással foglalkozunk, vagy pedig magasabb szintű tanácsadással, tehát vezetői tanácsadással, oda viszont már nem kell, tehát amikor vezetői anyagot állítunk össze az adott problémákból, oda már nem feltétlenül kell az a fajta kódolási tudás. Alapvetően nagyon érdekes, amiről beszéltünk, meg Viktor is, amit említett, hogy BA-BA kommunikáció, ugye, hogy hol húzzuk meg a határt. Az én fejemben valahol van két külön sapka, az egyiket én üzleti elemzőnek hívom, mint BA-nak, a másikat pedig rendszer szervezőnek hívom. És ez bizonyos iparágakra, bizonyos szervezeteknél még talán meg is található ez a megosztás. De ahogy érzékeljük, nem mindegyik szervezet, még iparágon belül sem, mert még iparágok egymás között sem értenek egyet abban, hogy hol húzódik, vagy van egyáltalán különbség a kettő sapka között. Nálam ott van egyébként, ahol a Viktor is mondta, hogy az üzleti igényt megértem, és akkor követelményeket specifikálok, semmit nem foglalkozok BA-ként a megoldással. Mert hogy az már a rendszer szervező kompetenciája, mondjuk egy ilyen komolyabb vagy nagyobb szervezetben, ahol ez létezik egyáltalán, akiknek megvan az a speciális adott rendszer ismérve, az architektúrának, azon részének, minden zugának ismerete, hogy akár fejleszteni is tudnánk vázi, mint ahogy fejlesztőből átalmazsált ITBA, vagy ott van talán a határ. Általánosságban szerintem vezetői tanácsadásban, hogyha ezt a fajta megosztást hozza valaki, hogy képes ugyan megérteni az architektúrát, érti a folyamatokat, de nem akar esetleg kódokba válkálni, szerintem teljesen megfelelő tud lenni. Erre is vonatkozna a következő kérdések, mint az együttműködésre, ugye itt már beszéltetek BA-BA kommunikációval. Ti hol látjátok, hol van a legnagyobb kihívás így a munkátok során a különböző területekkel való együttműködésben, vagy hol érzitek a legnagyobb szakadékokat, mik a legnagyobb kihívások? Így a különböző területek, a különböző részlemek együttműködésében. Igazából szerintem az a legnagyobb kihívás, amikor üzleti szponzorokat, vagy konkrét üzleti felelősöket összeeresztünk az IT felelősökkel. És ez vezető szinten szerintem egy nagyon nagy kihívás, amikor egyszerűen az üzleti felelős abba a szkóba mindent is beleért, míg az IT pedig próbál egy üzemeltethető, fenntartható rendszert létrehozni, amiben igazából próbálja nyírválni annak megfelelően a szkópot, ahogy szükséges. Szerintem a kettőjük kommunikációját mediálni, menedzselni az egy elég komoly kihívás tud lenni, és üzleti elemzői kompetenciaként már szerintem elhangzott ez a fajta mediáció és vezetői kommunikáció. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás. Konkrétan, hogyha adott területet szeretnék még mondjuk megnevezni, azok talán még az alkalmazás, üzemeltetés tud lenni egy olyan terület az egyes szervezeteken belül, ahol iszonyatosan jól el lehet bújni, és nehéz őket megtalálni a feladattal is, meg egyáltalán az elszámolásra is, meg hogy utána megbeszéljünk egy nyelvet. Az szerintem ott nagyon nehéz, meg alapvetően egy iszonyatosan nagy kihívás szerintem egy ilyen üzleti elemzői tanácsadói sapkában az, hogy amikor meg akarjuk érteni a projektnek a miértjét, hogy az miért akar létrejönni, és mit akar létrehozni, mindenkit bevontunk el, aki ebbe számít. Mindenki ott volt, de én nem egy olyan projektet láttam, ahol még már megtörtént a 2-3 hónapos tervezési fázis, és a végén még beesett a számvitel, a végén még beesett egy olyan back-office réteg, és akkor úgy megint visszakanyarodva a kérdésre a vázol, olyan üzleti rétegek, akik esetleg nem feltétlen core üzleti feladatot látnak el, hanem háttér támogató feladatokat is hirtelen megjelennek, mint érintettek ebben a történetben, az ő felkutatások és a velük való kommunikáció szerintem szintén komoly kihívás. Igen, szerintem ez a BA-munk, ez mindig egy ilyen több frontos háború, aminek a közepén a BA van többnyire.
Az egyik feladat az, hogy mindenkitől mindenhova eljutassa az információt, a másik meg az, hogy a fekete lyukokat kitöltse, amit senki sem szeretne csinálni, vagy senki sem érzi úgy, hogy ez az övé, mert valaki azt gondolja, hogy ő neki az egy más területtől input, valaki meg úgy gondolja, hogy ő neki az outputja az nem terjed odáig, akkor itt jön az, hogy akkor majd a BA megcsinálja. Ez szerintem elég sokszor kihívás, hogy az architekt mit vár a BA-tól, a BA mit vár az üzlettől, és ennek a másik iránya is igazából, plusz még az egyéb DevOps mit vár a BA-tól, és a fejlesztőtől, és a tesztelő mit vár a BA-tól, és itt mindig vannak leeső feladatok, amik általában BA feladatként kötnek ki, úgyhogy ez szerintem ez mindig egy ilyen több frontos háború. A végén jól, annyi bocsánat, csak a végén elfoncsúszni. Végén. Oké, okay. csak egy csatát még te behoznék. IT oldalról, főleg amikor pénzügyi szervezetnél van az ember, és nagyon sok legacy rendszer van több is, spagetti, kód, aztán itt elhangzott itt közöttünk, és amikor érzi a csapata azt, hogyha van valami igény, már nagyon nehéz lekövetni, és akkor eladni azt, hogy akkor egy refaktorálást megcsinálni, hogy mit lehet tenni ezzel az egésszel. Hát ezt eladni az üzlet felé, ez nagyon, nagyon, nagyon kemény, és hogyha sikerül is eladni az üzlet felé, akkor nagyjából ez lesz az elem, amit majd a büdzséből lehúznak először. Tehát ezt így a víz felszínén tartani, és a felszínen tartani ezeket a problémákat, az óriási szerintem felelősség is, meg nehézség is így a oldalon. Még ehhez egy hozzászólás, hogy én kicsit úgy érzékelem, hogy úgy működik, hogy valahol volt egy legacy rendszer, ami nem működik jól. Ehhez csinálunk egy olyan processzt, ami valamilyen módon körülrajzolja ezt a legacy rendszert, és utána ezt próbáljuk egy új rendszerrel kiváltani, de a processzt nem változtatjuk meg, hanem ezt még egy másik új rendszerrel körülrajzoljuk, és ezt a BA-nak ezt a loopot valahol el kell vágnia igazából, hogy mindig egy régi dolgot, egy régi rendszert, egy folyamattal megpróbálunk így meghekkelni azt egy új rendszerrel, és ezt így folytatjuk itt sokáig, és ennek nyilván költség meg munkavonzata van, hogy hol lehet ezt elvágni, és akkor zéro, teljesen nulláról újra kezdeni. Igen, ilyenkor szoktam azt hallani a üzleti elemző és akár az üzlettől, hogy akkor milyen legyen a rendszer, hát tudja azt, amit az előző plusz. És akkor ebben benne van a belekódolt folyamat, igen. Nos, hogy ezzel a sok háborús helyzetét meghoztuk a kedvét mindenkinek, hogy ITBA legyen. Ti hogy látjátok egyébként, hogy ITBA-nak milyen hosszú távú ilyen karrier nyíve lehet, milyen karrierre lehet? Tudjából? Idő, akár szakmailag is, akár karrier lépcsőket illetően. Szerintem pont azért, mert olyan sűrűn változik a dolog, hogy annyi technológia bukkan fel, hogyha csak a cloudban akar valaki érvényesülni, mint architekt vagy business analyst, egy emberöltő nem elég, hogy felszedje azt a tudást. Tehát szerintem az attól függ, hogy a munkáltató mennyire égeti ki. Én úgy vélem, de hogyha egy jól sávfárkodunk az idővel meg a feladatokkal, akkor szerintem az nagyon érdekes tud lenni. És hogyha mondjuk valaki nem keres más motivációt, mint egy teljesen más területen, akkor a nyugdíjat, azt szándékosan kerülöm ezt a szót, de mondjuk életfogytig tartó hivatás is lehet. Köszönöm. Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem is tudom a weboldal címét, de van egy weboldal, ahol mondjuk meg lehet nézni nagyjából, hogy milyen range-ekben, különböző pozícióban milyen fizetések vannak, és onnan mi a következő lépés. És hát én végig kattingattam a bélyát, ez egy farkába harapó kígyó. Tehát, hogy elmegyek projektmenedzsernek, architektnek, üzleti szakértőnek, és visszajönök bélyának. Tehát, hogy igazából szerintem, főleg egyébként, mivel az a jellegzetessége talán egy BA-nak, hogy az érintett felkutatásán annyi emberrel beszél, és annyi emberrel kell egy nyelven beszélnie, hogy igazából bármilyen irányba, akár IT vezetés, alkalmazás, üzemeltetés, infrastruktúra irányba is elmehet, fejlesztési irányba is elmehet, hogyha szeretne, vagy pedig akár valójában üzleti
vezető válhat belőle, mert abból az irányból egyszerűen jobban meg tudja egyébként közelíteni a problémákat, de akár még ha teljesen out of the box, szerintem egy BA nem csak jól kérdez, hanem jól magyaráz, tehát egy, én rengeteg tréneri karriert látok egyébként benne, tehát, hogy és akkor mellette ugye elben beszélve ugye a tanácsadásról, amikor már nagyon sok mindent látott az ember, és igazából nem feltétlenül ebben a sapkába akar létezni, hanem csak projektekben, bármilyen szerepkörben helytállni, akkor egy tanácsadói karrier is benne van, mint tovább lépés, hanem az életfogytig tartó utat választja az ember. Én szerintem azért függ, hogy melyik piros vagy kék irányból indulunk. Tehát ha valaki mondjuk inkább üzleti tudással rendelkezik, akkor lehet belőle egy olyan jó üzleti vezető, aki végre érti az IT-t. Ez mondjuk lehet egy irány, de akár egy terméktől függően mondjuk egy product owner is lehet, vagy ha nagyon szimpatikus neki a termék, amit fejlesztettek, akkor igazából azt így annak az életútját követheti utána. A szerencsés eset az, hogyha olyan üzleti vezető lesz belőle, aki amúgy érti az IT-t, mert az azért nem olyan túl gyakori szerintem. A másik irány meg az IT-ben szerintem, ha business analyst valaki, és mondjuk olyan speciális tudással rendelkezik, ami most trendy, akár machine learning, vagy AI, vagy ehhez hasonló, egy olyan business analyst, az szerintem bármikor bárhol eladja magát, ezek akár a cyber security, vagy akár az AI témakörben. Úgyhogy minden irányból van egyébként továbblépés, vagy nem is azt mondom, hogy kilépés, mert a kilépés az szerintem a BA a többi a domain jellegű tudásokból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért elég hosszú távú a lehetőség, illetve hát nyilván az, amit Gábor mondott ezelőtt, hogy maradt a BA is mindig más, mindig érdekes projekteket. Csak röviden, hogyha karrierről beszélünk, akkor tudok rá több példát is, hogy fejlesztőből informatikai igazgató lett, tehát cégvezetés, meg akármilyen irányba el lehet mozdulni, főleg a domain ismeret miatt, meg ez az alattalmas technikai tudás, ami mögötte van mindenféleképpen. Tehát, hogyha ez így motiváló, akkor és érez magában az ember olyan dolgot, hogy mondjuk egy ilyen igazgatói poszttal járó egyéb terveket is el tudja vinni, ami szerintem szintén hatalmas teher tud lenni, akkor ebből az irányba is el tud mozdulni. Szuper, és egy utolsó záró kérdés, nem azt mondom, hogy nézzünk bele így a varázsgömbbe, meg a jövőbe, de hogy ti hogy látjátok, milyen trendek és milyen fejlemények várhatók így a következő időszakban, így a ti meglátásotok szerint, így az ITBA vonalon, vagy így a business analysztik, vagy akár ehhez kapcsolódó. Én részben érintettem ezt a kérdést, szerintem azért vannak most ilyen trendi témakörök, az egyik ugye ez a ChatGPT, Machine Learning, AI vonal, másik ugye a cyber security, vagy ez a digitális transformáció, ott azért egy ilyen erős IT tudással szerintem jó sok potenciál van. Úgyhogy a digitális transformáció sok helyen most kezdődik, a legtöbb helyen igazából csak annyi, hogy csináljunk egy applikációt a papír helyett, de hogy azért ennél szerintem mélyebb rétegei is vannak. A cyber security része, az meg szerintem azt nem kell nagyon említeni. A banki oldalon mindenképpen nagyon fontos, mert ez a témakör, ez ebben mindig a problémák előrébb járnak, mint a megoldások, úgyhogy ez biztosan trend marad. A másik, ami szerintem az a data science, ami szerintem egy business analyst körben még népszerű lehet. Nálunk mindegyikre van példa, vannak data scientistink, vagy security vonalú BI-ink, és amúgy mindegyikben azt látom, hogy egyre több kéne belőle, ezért ezek szerintem ilyen hosszantartó trendek lesznek. Itt Viktornak a mondatójából kiemelnék egyet, ami szerintem nem csak hogy a trend maga, hanem a kihívás, ami talán az üzleti, vagy digitális, vagy bármilyen, de transformációról, amikor beszélünk. Én ezt a témát doktori tanulmányom keretében kutattam egy elmélet gyanánt is, de ami így tanulságként megvolt, hogy ez nem egy ilyen csettintéses folyamat, tehát ez nem egy kéthetes projekt lesz, hanem több éven át
a tervezése is nagyon hosszú. És amikor ott a tervek között kitalálja azt a menedzsment, hogy akkor ez a program portfólió, ezek a projektek ezt a célt tűzik ki, ezt a leszállítandót, akkor az a pár év, mire eltelik, mire odaérünk, üzleti elemzőként szerintem az egyik legnagyobb kihívás, hogy a 3-5 éves stratégiai hullámon vagy időtávon hogy tudjuk a mozgó célpontot folyamatosan igazítani. És szerintem itt jön képbe az a trend, ami már alakulóban van, itt van az az agilitás, tehát hogy egy állandó mozgásban lévő gazdasági környezet, ahol az üzleti transformáció gyakorlatilag már alapkövetelmény, és nem egy ilyet látunk szerintem telekommunikációs és bankszektorban is csak az elmúlt fél évben, amik ilyen komoly transformációk voltak. Ezeknek a jó végrehajtása egy iszonyatosan komoly üzleti elemzői munka, hogy ezt hogyan lehet jól mederben tartani, és szerintem erre találták ki kvázi az agilitást, hogy egy kicsit jobban tudunk alkalmazkodni a mozgó céltáblához, és szerintem ez az, ami talán fel fogja tudni erősíteni itthon is ennek az elterjedését. Én is a változást emelném ki, szerintem az élet az egy folyamatos változás, és a képesség az alkalmazkodásra szerintem az mindenképpen egy fontos tényező, hogy hogyan tudunk érvényesülni a területen. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok nagyon sokáig el fog még húzódni. Én valamiért itt még nem félek az AI-tól, hogy kiváltja a programozókat, meg az elemzőket. Illetve tényleg tapasztalatból tudom, nagyon sok legacy rendszer van egyébként, amiket fel kell még bontani mikroszerviz architektúrákkal, mert pont a hetekben olvasom, hogy a Prime videónál már mikroszervizből csinálnak monolitet, úgyhogy ez is lehet, hogy ez is egy ilyen körforgás lesz, hogy újra szervezzük az üzleti logikát, és akkor kiderül, hogy egy monolita sokkal olcsóbb fenntartani, sokkal hatékonyabban tud működni. Persze ez az adott környezetben, adott megoldásnál, adott szervizekkel tud csak működni. Úgyhogy szerintem ez a folyamatos változás az, ami mi előttünk van, és az újabb technológiát megismerősre és használatba vétel az, ami ilyen kulcsfontosságú lesz. Szuper, köszönjük szépen, akkor most jöhetnek a kérdések. Hát amikor felvettem a kérdést, azok már elsőként elhangzott, vagy felvettem a kezemet, de akkor ugye rögtöttek itt a kifejezésre, hogy a szólók az architektnek a rendszer szervező így amúgy, hát én majd követően nem tudtam, hogy kicsoda. Hát igazából nekem az az érzésem, hogy mi igazából bizonyos szempontból architektek is vagyunk, szuper architektek is vagyunk. Tehát ugye, ha már itt a kollégámmal mi ugye API tervezésbe egyeztünk, sőt, nekünk kell megtervezni, jó már, abban objektumokat, entitásokat, attribútumokat, meg kell tervezni, milyen szövizek hívhatják, hogyan olyan kommunikálnak, sőt, ugye én most éppen egy évendően architecture tervezésén vagyok túl, abban, és az már nagyon bonyolult lett volna ezt a darabban, ezt az ábrát pedig igazán izgít rá. 10 kapkatopikkal kommunikálom, és még az aszinkronis-szinkron konzisztenciát is, aszinkronitásban egy konzisztenciát kell megoldani. Tehát én akkor, amikor te itt mondtad, hogy szólunk az architektnek, szólunk ennek, szólunk annak, én amúgy nem teljesen értettem. Tehát, hogy bizonyos szinten, azt értem, hogy van pillanat, amikor szólunk egy fejlesztőnek, és kikérjük a véleményét, de hogy miért kell ennyi szint, vagy ezt nem is tudom. Szerintem ez szervezetfüggő nálunk, az architektek eléggé a fejlesztésnek azt a részét, hogy ki melyik fejlesztő, mit fejleszten, és milyen komponens, hogyan nézzen ki, azt nálunk elég az architect board dönti el. Tehát a BA azt tud javasolni. Én megmondhatom, hogy ide Kafka kell, vagy RabbitMQ, és mi történjen rajta, milyen topikok legyenek, vagy éppen nem tudom én, React adott bázist akarok, vagy egy SQL, de amúgy ezt nem dönti el nálunk a DL, azt az architect megmondja,
hogy szerintem jó vagy nem jó, és hogyan legyen használva, és amúgy onnan az architektnek a felelőssége. Ez nálunk, ez nem BI. Persze nyilván a BI ismeri az összes technológiát, amit használunk, de nem a BI dönti el, vagy egy GraphQL sémát nem a BI fog megtervezni nálunk, hanem architekt. Az annyival egészíteném ki, hogy hát persze, hát akkor le is fejleszthetnéd, nem? Tehát, hogyha a fejlesztő... Majdnem. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem egy one-man show, tehát itt azért talán mondtam is, hogy projektfüggő, hogy melyik kompetenciádat kell kidomborítani az adott feladatban, és azért le kell osztani a feladatokat, mert amíg te ügyféldel foglalkozol, meg amikor beszélsz vele, és a szemed előtt már följönnek az entitások, vagy azok hogy néznek ki, közben meg lehet, hogy technológiát kell valakinek pozolnia a háttérben, és mellette lehet, hogy párhuzamosan egy másik modulnak a fejlesztése, vagy szörnyűnek a fejlesztése zajlik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem van benne soha, hanem igenis ki kell alakuljon, hogy kivel foglalkozni. Ezt mindig értettem. Nálunk is van valami tempó, ugye mi a DSP-nél dolgozunk, mi egy kicsit ilyen eljáró, és minden szinten ilyen eléggé eltérő modellben működünk, akár diákként, akár fejlesztőként, akár architektként. Azért történet, hogy nálunk is van architekt volt, és a csapattal mi is kidolgozik, tehát nem van meg soha az volt, de azt gondolom, hogy azért részben az is. És nagyon tetszik az architektúrátok, ott van nyitnak van. Jó volt. Az architektek ki az érdem. Én még ehhez talán annyit tennék hozzá, ami szerintem nagyon fontos, hogy a mérete talán a feladatnak, szerintem az is így, vagy a szervezetnek így az is így hozzájárul ehhez, hogy feladat felelősség elhatárolás tekintetében hány megfogható részre tudom bontani. Tehát, hogy mondjuk amikor van egy 1000 darabos rendszerből álló architektúrám, és mindegyik rendszer több milliós rekordokat kezel, és rengeteg adattípus van benne, és folyamatot támogat, és nagyon különbözőeket, és nagyon speciálisakat, akkor valószínű, hogy annyira olyan pici szinten le lehet bontani, mégis értelmezhető feladatmennyiséggel adott embereknek a munkáját, így érdemes is elhatárolni ennyire, hogy akár BA rendszer szervező, folyamat szervező, architekt, alkalmazás üzemeltető, akár rendszergazda még emelni, infrastruktúra szakértő. Igen, tehát hogy már ott ugye egy ilyen 20 fős meetinget szervezünk, és akkor ugye mind az egy, amit az előadásokban hallhattunk. Igen. Egyéb kérdések esetleg? Ha nincsen egy gyorsan bekúszulok még, hogy nagyon sok ilyen IT skill-ről beszéltek, ugye volt ez a logolvasás, meg az SQL script-írás, ha egyet kellene a tetejére tenni, vagy kettőt, akkor melyik lenne az egy-kettő, ami mondjuk így IT skill oldalról, mint a BI-nak a legrestek hasznosabb. Hogyha valaki úgy ül köztünk, mert tudom, hogy van ilyen, aki mondjuk teljesen business analyst-ként jött ide, és szeretne IT-ban fejlődni, akkor mi az, amit javasolnátok, hogy érdemes felszabadulnak? Saját tapasztalatból mondanám, hogy az SQL az adatbázis oldal kompetencia erősége szerintem általában, projektből általában kiemelten fontos tud lenni. Ha egyet kell válaszolni. Én is egyébként ezt mondanám az adatbázis oldalt IT-ként, illetve nyilván attól függ, hogy ki mekkora szervezetben dolgozik, de egyébként a szervezet ez is architektúrának megismerése az kb. A legnagyobb feladat, és ha ezt valaki struktúrában átlátja, az a leghasznosabb skill szerintem, hogyha az összes környező egyéb hasznos és haszontalan rendszert átlátja, az szerintem elég hasznos náluk legalábbis. Alapvetően egyetértek a hozzászólókkal, de amivel még talán ki tudnám egészíteni, az a kommunikációs csatornáknak az értelmezési képességét az architektúrán belül is kifejezetten, hogy azok a rendszerek milyen kommunikációs csatornán hogyan tudnak egymással kommunikálni, hogy azt jól érti az ember, akkor valószínűleg
a nem funkcionális igényeknél is megfelelő megoldás felé tudja terelni az üzletet. Köszönöm. Ha nincs kérdés, akkor azt mondom, hogy ha még eljöttek egy kicsit, akkor szerintem ilyenkor szokott lenni még ilyen külön kérdésre lehetőség. Én csak annyit mondnék, hogy nagyon sok kompetencia felencsorolva, azóta nem kell ennyire megijedni, szóval ezek egy részében is lehet tanulni, szóval meg menet közben is. Szóval olyan, aki ezt mindig lent a Szabolcs felsorol. Rajtunk kívül nem sok. Ezt már dolgozott az upscale-nél. Igaz, Gyöngyi? Igen, szóval nem kell azért mindenki egy köszönöm szépen. Akkor nagyon szépen köszönöm még egyszer a nektek is a részvételt, és hogy megosztottátok a saját tapasztalatokat is, és akkor, ha még egy kicsit tudtok maradni, akkor ilyenkor még szokott lenni ez a lehetőség, hogy valaki és ilyen direkt kérdést fel tud tenni. És ha találkozunk, akkor legközelebb idén nyár előtt már csak egy meetupot tartunk, még az iskolai szünet vége előtt, azt hiszem egy hétfői napra tették a kollégák, ez egy backendes meetupunk lesz, és talán ilyen felhőtechnológiás pont. Úgyhogy arra nagyon sok szeretettel várunk arra is titeket, és akkor össze meg folytatjuk ez volt az első ilyen business analysis meetupunk, de szeretnénk folytatni, úgyhogy reméljük, hogy akkor megújultam. Ti is eljöttök, meg még hoztok valakit, és akkor az is fel tud olyan szintre válni, mint a többi meetupunk. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttetek.